Kedves vendégeim, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy ennek a kiállításnak a finiszázsára, akár még hogyha csak ennyien is, de összejöttünk, mert azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos témából tartottuk meg ezt a kiállítást. A fővárosi önkormányzat értékvédelmi munkájának az elmúlt évekbeli termését szerettük volna megmutatni a nagy közönségnek. Nem csak megmutatni szeretnénk ilyenkor, hanem tulajdonképpen helyzetbe hozni azokat az építészeti alkotásokat, amelyek itt vannak körülöttünk, csak nem veszünk tudomást róla. Valójában a kiállítás megnyitásán is azt próbáltam elmondani, hogy a védettség önmagában három célt szolgál. Az egyik, hogy felhívjuk rá a figyelmet, föltegyük a térképre ezeket az alkotásokat. A másik, hogy legyen jogi háttér arra, hogy ezekkel valamilyen módon az a közösség, amelyiknek a részei vagyunk, körültekintőbben és óvatosabban foglalkozzon. És a harmadik, amire szoktam mondani, hogy egy opcionális lehetőség, hogy erre támogatás is kerüljön, közpénzekből lehessen segíteni azokat a tulajdonosokat, akiket a sors megáldott vagy megvert azzal, hogy védett épületük van. Ez is fontos része a védettségi körnek, védettségi körrel kapcsolatos munkánknak. Sajnos ezt az utóbbit ezt most nem tudjuk biztosítani, de remélhetőleg visszajönnek azok az idők, amikor erre további forrásokat tudunk találni. Ami a kiállításnak a címe, az eklektikától a brutalizmusig, ez egy kicsit arról szól, hogy olyan értékek vannak Budapesten, de hát nem csak Budapesten, nyilván az egész országban, amelyeket még nem tettük a helyükre, még a fejünkben nem tettük a helyére, mert valójában az eklektikus, szecessziós épületek értékítélete is valamikor a 80-as évek után került a helyére. Mi még, amikor az egyetemre jártunk, akkor úgy tanultuk, hogy az Andrássy úton gipszből csinálják az atlaszokat és a konzolokat, és ez nem feltétlenül volt az építészet történet legfényesebb lapjai közé befűzve az eklektikának a tudománya. A későbbiekben a szecesszió szépen lassan került föl a térképre. Tudjuk jól, hogy Gerle János, F. Kovács Attila és Makovec Imre könyve volt az, amelyik a századforduló építészetét először alaposabban feldolgozta. És utána a későbbi korok is, először Pámer Nóra munkája volt a két világháború közötti építészet Budapesten, később Ferkai Andrásnak a monografikus szintű és igényességű munkája, a Buda építészete és a Pest építészete tette föl a két világháború közötti építészetet a szakmai közélet által is ismert és elismert értékek közé. Az a szerencsénk van, hogy a fővárosnál ez a helyi értékvédelmi munka, ez haladhat és mehet előre, és ennek köszönhetően mi Ferkai Andrással, Brancik Mártával és Kovács Dániellel közösen tudtunk már az elmúlt évben is, meg ebben az évben is dolgozni, és meg tudtuk nevezni azokat nagyjából 100-100 épületet, épületegyüttest, amelyet ezekből a legutóbbi korokból védelemre érdemesnek találunk. Én egy nagyon rövid kis áttekintést adnék a legfrissebb eredményekről, sőt, ennek a kis előadásnak a végén azokat is fölmutatjuk, amelyeket jelen pillanatban védelemre fogunk javasolni. Természetesen közgyűlési döntésig ez
jogilag csak egy javaslat, de mi már tudjuk, hogy mit szeretünk és hogy milyen irányba vinni. Én szeretném még Juhász Verát bemutatni a jelenlévőknek, aki nagyon hosszú ideje vezeti ezt a csoportot a Városházán, és alapvetően mind a kiállítás, mind az előadás, mind az egész munka az ő erőfeszítéseit dicséri, és neki köszönhetjük ennek a iránynak a megvalósítását. Ugye a gyűjtésünkben nagyon sok olyan épület szerepel, amely mellett sokszor elmegyünk, és valamiért nem mertük azt mondani, hogy ezek fontosak nekünk, de az idő, és itt hangsúlyoznám, hogy egy 50 éves rálátást engedünk meg magunknak, tehát az előadás címe is az, hogy 70-ig, 72 az az időpont, ameddig kinyúltunk a déli pályaudvar védelmével, de a két világháború közötti modern is figyelmet érdemel, és ezeknek a bemutatásával alapvetően ugye azt tudjuk fölrakni a vászonra, hogy ezek mind építészetileg, mind a mestermunka szempontjából annak a kornak kimagasló értékű épületei voltak, ugye a Németvölgyi úti Mackós iskolát mindenki ismeri, a 13. kerületi városházát már kevésbé, mert az egy kicsit úgy meghúzódik ott a béketéren. Ugyanakkor nem csak a modernre koncentráltunk, hanem a két világháború közötti neoklasszicizmus is föl íródott a listára. A korai modern villák szintén ugye ez egy nagy örömünk, hogy a Walter Rózsi Villa az Építészeti Múzeum helyszíneként egy ilyen minőségű felújítást kapott. Örülünk neki, mert fővárosi védett épület, de remélhetőleg ez azzal, hogy ez az Építészeti Múzeumnak a fő épülete, vagy az egyik fontos épülete, ezzel további ismerséget és további impressziókat fog hozni azok számára, akik arról akarnak tudni, hogy Budapesten milyen modern építészeti emlékek vannak. Ugye a magyar jakobinusok terének az egész együttese egy nagyon színvonalas és tulajdonképpen a mai napig jó állapotban megmaradt épület, együttes. Az Újlipótvárosból vannak példáink, amelyeket nem lehet eléggé sokat propagálni, de például itt vannak a Hegyalja út környékének, a Sashegy oldalának az emlékei, a Zólyomi úton vagy Benkart Ágostnak a Meredek utcai villája, ez sokáig a miniszterelnök villája volt, Losonczy Pál lakott itt annak idején, de ez maga az egész példa, ahogy a támfallal, a garázssal, azzal a fehér kubussal megjelenik a hegyoldalban, ez szerintem az egyik nagyon fontos modernkori példa. Tudjuk, Major Máténak van a Sasfiók utcai épülete, ettől nem messze, tehát ilyen szempontból nem állt ez egyedül akkor sem. Fölfigyeltünk arra, és mutatjuk, amikor kerámia művészet, vagy szobrászművészet, vagy ott ugye ilyen acél kovácsolt vas, vagy acél, aztán az éppen acél munka. Azt látjuk a képen, de a téralkotást és a részleteknek a megoldását ezekben a társasházakban minden esetben figyelemmel kell követni. A Villányi úti házról a Tarcali utca sarkán azt tudom még mondani, hogy Molnár Farkas a tervezője, de a statikusa az a Menyhárt István volt, aki ebben az időben a hészerkezetekbe mutatott új példákat, ugye a Hamzsabégi úti buszgarázs készült nagyjából ebben az időben. Tehát ez egy ott a Villányi úti társasházak között is egy
egyedülálló darab. Keleti Károly utca, Fény utca. És ugye a korai modern utóéletének nevezzük azt a rövid koalíciós időszakot, amit vagy a koalíciós időszakon egy kicsit túlmutató ideig az 51-es építészeti vitáig tartó időszakot, ami a II. Világháború után kezdődött, és nagyon színvonalas alkotásokat hozott létre abból az újjáépítési időszakból. Ugye ez elképzelni is nehéz mai fejjel, hogy egy rommá bombázott városban, például a Pontház, például az Úttörővasút a későbbi időszakban egy ilyen kísérletező és a mestermunkának egy magas színvonalán megvalósított épület együttesek és épületkör maradt ránk. Van, ami ezek közül műemlék, mert tudjuk, hogy a Mémosz székház az országosan védett műemlék, de mi például a gyermekvasútra, az úttörővasút épület együtteseire figyeltünk oda és vettük fel a listára. Mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az úttörővasút tipikusan egy ilyen sztálinista gondolat, hogy legyen egy ilyen a városban, de még nem a szociálban, hanem még abban a késői modern, tehát háború utáni modern stílusban jött létre. Ugyanakkor odafigyelünk a szocialista realizmusra, nyilván itt a teremben nem kell senkinek mondanom, hogy ez az 51 és 56 közötti építészeti stílusra használjuk ezt a kifejezést, és nem a későbbiekre, ha bár a köznyelv sajnos elhasználja ezt a kifejezést. Több középületet, illetve lakóegyütteseket is próbálunk fölvenni majd a következőkben is erre a listára. A budai vár foghíj beépítései azért különösen fontosak számunkra, mert valamilyen módon azt a szemléletet, ami a középkori török kor után barokkba behúzódó emlékeknek a feltárását, bemutatását és a modern épületszárnyakkal való kiegészítését mutatja, ezt mi nagyon nagyra és nagyon értékes folyamatnak tartjuk, úgyhogy próbáltunk a várból több épületet fölvenni erre a listára. A modern építészetnek is, itt átugrottam egyet, bocsánat, ugye a Széll Kálmán téren szintén Benkart Ágostnak a munkája, ami a Várfok utca kapuzatát adja, az a modern épület, de a Hajnóci utcába megyünk, akkor annak idején a magyar építőművészetnek ez egy nagyon kedvelt példája volt, ez a Hajnóci utcai Tokár Györgyféle ház, amelyik a tájolásnak megfelelően kifordította egy kicsit a lakásoknak a homlokzatát, és kilépett ezzel a homlokzati síkból egy tulajdonképpen mai napig érdekes és változatos utcaképet adó homlokzatot ad. Az iparterv és Szendrői Jenő, Rimanóci Jenő, Arnót Lajos munkái a Fehérvári úton megbecsülést érdemelnek, tehát az azért került védelemre. Itt a jobboldali épület, ezzel mostan éppen vitánk van, a védettség, csak hogy erről is beszéljek, a védettséget nem mindenki fogadja örömmel. Tehát ezt az épületet, miután levédtük, a tulajdonos jelen pillanatban próbálja keresni azokat a fórumokat, hogy ezt vegyük le a listáról, de előre érzem, hogy nem opció, mert akkor az egész védelem értelmét veszti. Egy kicsit tovább lépve, Pázmándi Margit háza, Földes Lajos háza a modern építészetnek
klasszikus épületei, budapesti utcakép és városkép meghatározó elemei, a mi értékítéletünk szerint a Hevesi Sándor téri színház átépítés is egy olyan színvonalon jött létre, ami megérdemli a védelmet. Tudom, hogy sokan azt fogják kérdezni, hogy miért nem építjük vissza a Magyar Színház korábbi homlokzatát, de valójában én meg vagyok győződve arról, hogy ez a homlokzat és ez a társművészeti közreműködés, ez megérdemli azt, hogy jó minőségben fennmaradjon a továbbiakban is. További javaslatok védelemre. Hát, itt kezdődnek a nehézségek. Magunk között sokat vitatkozunk azon, hogy mikor érdemes egy épületet védeni. Itt ugye látjuk, hogy a Fehérház is fölkerül. A Honvédelmi Minisztérium épülete az egészen biztos, hogy egy nagyon színvonalas és nagyon jó minőségű alkotás. A képviselői irodaház az pro és kontra érvek szólnak mellette, hogy legyen-e védett, vagy ne legyen védett. Említettem, hogy a szocialista-realista együttesek Kerepesi úti lakótelep feltétlenül, a Kerepesi úti lakótelepet az egyik legjobb lakókörnyezetnek tudjuk nevezni ma is, miközben ugye ez a lakótelepépítésnek egy korai terméke, a későbbi panelépítészet az nyilván ennél kellemetlenebb, kedvezőtlenebb lakókörnyezeteket hozott létre. Oda kell figyelnünk a Műszaki Egyetem épületeire is, mert látjuk, hogy semmiben nem kerül egy perc alatt lebontani egy meghatározó épületet. Itt ugye, aki építész hallgatók voltak valaha a Műegyetemen, azok biztos, hogy rajzolták ezt az együttest, mert ez általában feladat volt, hogy kiüljünk és ezt rajzoljuk. Látszanak további javaslataink. Egészen a 70-es évek is megjelennek már itt ezen a képen a Toboz utcai Jurcsik Károly épülettel, de el kell mondanom azt is, hogy a beszélgetéseink során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a női építészek munkáit is külön figyelembe vegyük, tehát Spiró Évát, Pázmándi Margitot, meg még másokat, Minári Olgát, Horváth Juditról beszéltünk többet, külön megpróbáltuk figyelemmel kísérni. És hát nevezzük brutalizmusnak, vagy ne nevezzük brutalizmusnak, ugye magyarul ez a szó, ez a brutálishoz akar hasonlítani, miközben tudjuk, hogy ez a nyers beton kifejezésből jön. De hát Csikvári Antalnak a Radelkis épületét a Bécsi úton olyan színvonalúnak láthatjuk, ami az akkori építészeti trendben tulajdonképpen európai szinten is megállt a helyét, tehát ez egy UFO a városunkban, ami ránk maradt, és egyelőre még köszönhetjük a mostani tulajdonosnak is, hogy jó minőségben és jó fenntartásban láthatjuk. Ez például biztos, hogy a következő védettségi listánkon szerepelni fog. Én ennyit szerettem volna mondani, vagy mutatni, amivel egy kicsit kinyitottuk azt az irányt, hogy merre megyünk még tovább, de azt gondolom, hogy azért hívtuk meg a kedves kollégákat, hogy egy kis beszélgetéssel ránézzünk még azokra a kérdésekre, amik előttünk vannak, és amik egyáltalán szakmai szempontból még izgalmasak lehetnek. Milyen irányba mehet még ez a folyamat, vagy milyen irányba érdemes vinnünk a továbbiakban? Vagy mit láttok az eddigiekből? Kezdjem én. Kezdjem. Hát nyilván
Már ez a megbeszélések során is kiderült, hogy szeretnénk, hogyha az időben közelebb lehetne a mostani korhoz jönni, és olyan épületeket itt a vetítésen is volt 1977-es épület, vagy volt olyan is, amit a Turányi Gábornak egy épülete, ami 82-es, tehát úgy érezzük, hogy már ezek is megértek a védelemre, illetve lehet, hogy ti úgy gondoljátok, hogy kicsit előre szaladtunk. A lényeg az, hogy ezt mindenképpen folytatni kell időben, és az is kiderült itt a kutatások kapcsán, hogy van azért olyan épület is, ami kívül esett az egyértelmű körön, vagy szóval azon a körön, amit az építőművészetben, vagy a folyóiratokban lehetett, vagy a könyvekben lehetett látni. Tehát, hogy találunk olyan épületeket, amikről nem tudtuk, hogy értékes lehet, és úgy érzem, hogy ebbe az irányba is mozdulhat a dolog, hogy felfedezünk még épületeket, amik védelemre érdekesek. Szerintetek az 50 év távlat az nem szükséges? Tehát lehetne közelebb jönni, vagy maradjunk ebben a megnyugtató messzeségben? Mert te most mondod, hogy jöjjünk közelebb, de András, te ezt hogy látod? Egyetértek. Általában nemzetközi gyakorlatban az a szokás, hogy mondjuk az 50 év az mindenütt a maximum, de vannak olyan országok, ahol 30 évre lemennek, különösen olyan esetekben, amik veszélyeztetettek. Tehát van az építészet divatjának egy hullámzása. Tehát ezen keresztül mentünk, hogy a modern az a historizmust és a szecessziót utálta, és abban az időszakban írtották ezeket a díszeket a házakról, hogy az IKV az rengeteg helyen leverte a díszítéseket. Aztán jött egy olyan korszak, ahol meg a modern szembeni ellenérzések merültek föl. Tehát ezt valamilyen módon ellensúlyozni kellene egyrészt, másrészt meg nagyon sok helyütt a szabályozás lehetővé teszi. Most múltkor voltam a 11. kerület most készülő védettségi tervének az első ismertetésén egy beszélgetésen, és hát ott fölmerült az, hogy például a Somlói úton most nemrég bontották le a Rados Jenőnek egy nagyon szép kis villáját, egy földszintes tégla épület volt, mert hogy arra a telekre egy 8 lakásos társasházat lehet építeni, és természetesen akkor, aki azt megveszi, az nem fog egy kis családi házat megőrizni ezen a területen. Tehát, hogy egyszerűen sok helyen a szabályozás is szinte tálcán kínálja lehetőséget, hogy tessék lebontani épületeket, és ha nem védett, akkor le is bontják. Tehát igenis ez a veszélyeztetettség, ez egy olyan viszmajor érv lehet, ami felülírja akár ezeket a türelmi időket is, mert hát most gondoljunk bele, hogy a 80-as éveknek, most például ha posztmodern épületekre gondolunk, akkor annak most azért van egyfajta apája azok közül, az épületek közül, nem vagyunk mindegyikre nagyon büszkék, vagy nincsenek túl jó állapotban esetleg. Tehát addig, amíg lehet még válogatni, a javát azt érdemes lenne. Tehát az a pár építész, itt Márta említette a Turányi Gábor, de sajnos most itt a Covid alatt elvesztettünk egy-két fontos építész kollégát, és nekik legalább az első munkájukat javasoltuk. Tehát Tomai Tamásnak is egy korai, vagy a legkorábbi munkáját, és aztán a Nagy Tamásnak itt a közelben a Vitkovics Mihály utca és a Szemmelweis sarkán álló bérházát, ami szintén annak idején egy jelentős alkotás volt, amikor elkészült. Makovecibe méltatta egyébként a sajtóban, szóval, hogy most nem azért mondom, hogy ezeket feltétlenül le akarná bontani, vagy át akarná alakítani, de csak arra gondolok, hogy energetikai felújítás, hőszigetelés, tehát hogy mondjuk nyers tégla épületeket, azokat hogy a bánatba lehet. Hát ezzel a legnehezebb kérdést tetted föl, tehát ezzel én nekem is gondom van, mert egyik ujjamat harapjam, vagy a másikat, az energetikai, tehát én alapvetően energiatudatos ember lennék, de hogyha az a kérdés merül föl, hogy a Jánosi féle Tóth Árpád sétányon álló házat lehőszigeteljük vagy ne, akkor én is eljutok oda, hogy legfeljebb az ablakokat cserélném, azt viszont nagyon jóra.
Azt már elkezdték egyébként. Igen, de azt egységesen kéne kézben tartva. Tehát van egy ilyen probléma, ami bizonyos értelemben a modern épületeket sokkal inkább fenyegeti, mint az eklektikus nagykörúti házakat. Eklektikus nagykörúti ház, de valahogy mindenki tudomásul veszi, hogy nem áll neki drive-it vakolattal hőszigetelni. De egy modern épületnél ugye nyilván kínálja magát ez a gondolat. Meddig mondhatjuk azt, hogy állj, ne tovább, ez az épület nem úgy fog élni, mint ahogy a szomszédja, ez az épület, ez csupasz marad, mert valamiért nagyon szeretjük a dörzsölt tégla felületeit és azt a megoldást, amit ott kaptunk. Mennyire lehet szerintetek hozzányúlni a házakhoz, de lehet, hogy ezt Verát is kérdezném. Nekünk napi ügyfeleink vannak, akik hozzá akarnak nyúlni, vagy kevésbé akarják megőrizni azt az eredeti architektúrát, amit mi fontosnak látunk. Szerinted meddig tudjuk tartani a frontot? Hát a frontot a végsőkig tartani kell, én úgy gondolom, de disztingválni kell azért abban, hogy éppen mi a tématárgya, milyen épülettel állunk szemben. Különböző hát ilyen ad-hoc kísérletek már azért voltak arra, hogy korai modern épületeknél szolidan valamennyi hőszigetelést mégiscsak engedélyezni, hiszen 1-2 centi, 2-3-4-5 centi hőszigetelés már jelentős energiamegtakarítással járhat. És ez még, hogyha olyan adottságai vannak egy modern épületnek, hogy az architektúrát nem vetköztetik ki eredeti mi voltából, tehát azok az finom részletek meg tudnak maradni, ritka az ilyen egyébként, akkor esetleg ez szóba jöhet. Csak itt meg az a nagy probléma, hogy az egyik mondjuk korai modern épületnél ez lehetőség, a szomszédjánál, mert ott éppen másféle építészeti megfogalmazásra került sor, pedig már nem lehetséges, akkor ez valahol ellenérzést kell kíván a tulajdonosoknak, hogy neki lehetett, az nekem miért nem lehet. Az a nagy probléma ezekben a kérdésekben, hogy olyan szertágozóan sokfélék a főváros által védett épületek, még egy korszakon belül is, de hogyha teljes vertikumot nézzük, mondjuk csak az eklektikától a brutalizmusig úgy maradjunk ennek a kiállításnak a témájánál, hogy szinte ahány ház annyi féleképpen szabad, vagy lehet csak hozzányúlni, más-más lehetőségeket kínál, és más-más dolog az, aminél azt kell mondani, hogy tilos, mert akkor éppen a lényeg vész el. Tehát egy nagyon fogós kérdésről van szó összességében. Igen, hogyha mostan a brutalizmusnak az eredeti megfejtéséhez kanyarodunk vissza, tehát egy nyers beton felületet hogyan hagyunk hőszigetelni? Tehát kívülről... Ugye? Nem jön össze. Vagy egy nyers tégla felületet, ugye nyers betonra mondhatom Bónus Jánosnak a házát, amit ott azon az ernyőn, azon a vetítésen látunk, de egy... Egy travertin burkolatos déli pályok, vagy magyar jakobinusok terei házat is, hát nem állhatunk neki hőszigetelni, mert akkor kivetkőzik a formájából. Egy vakolt felülettel mindig megvan az a lehetőség, hogy azt az 5 centit megengedjük, de ott is nagyon figyelünk arra, hogy alapvetően már az ablakkáva mélységének a megnövekedése ki tudja vetköztetni az eredeti megoldásokból azt a homlokzatot, azt a homlokzat részletet, vagy azt a tömegformálást. Ez nem új téma, ez Bécsben már 30 éve téma volt, amikor a Karl-Marx-Hof-nak a felújítására került sor, és ott is úgy döntöttek, hogy nem engedik hőszigetelni az épületet, pedig egy vakolt felület, csak annyira megváltoztak volna az arányok, annyira megváltoztak volna az ablak plasztikák, hogy ebben nem mentek bele. De erre megvannak a technikák, hát ha már Bécset említetted, akkor a bécsi Werkbund-Siedlungot tudnám például felhozni, ahol csupa modern villa, modern sorház áll,
és most a legutóbbi felújításnál ott sokkal szigorúbbak voltak, mint a 80-as évekbelinél, és gyakorlatilag egyetlen homlozatot sem engedtek kívülről szigetelni, a lapos tetőket lehetett, a pincéket körbe szigetelték, és egyébként a fűtés rendszerén változtattak, tehát meg tudták oldani ezekkel az eszközökkel együttesen azt, hogy 50%-kal csökkent ezeknek a házaknak az energiafogyasztása. Ablakot nem lehetett cserélni, csak mondjuk a belső rétegnek az üvegét, hogyha arra nagyon nagy szükség volt, vagy egy üvegfal mögé lehetett egy második keret nélküli réteget helyezni. Szóval azt kell mondjam, hogy ha körülnézünk a világban, akkor lehet egy csomó olyan módszert és fogózót találni, ami autentikusan megőrzi az épületet, és ugyanakkor ezeket a problémákat megoldja. Csak ezt nem lehet mechanikusan azokat a szokásos módszereket, ahogyan a házakat általában felújítják, mert akkor azonnal jön a műanyagablak, és azonnal jön a húgarac előszik. Hát vannak már adósságaink, vagy rossz példák, tehát tudjuk, hogy az Atrium mozinak a háza, ahol hengerelt acélablakok voltak, ezen a műanyagablakok vannak, és még hogyha narancssárgára is teszik, de ilyen széles profilok lesznek az ilyen széles helyett, hát az nagyon kellemetlen helyzetet hoz létre. Azt hiszem, hogy azt nem is mi védjük az országos műemlék. Szabad hozzászólni? Sőt, kérjük. Mert amit elmondtál, az bennem azt a régóta, hogy is mondjam, dédelgetett ötletet, javaslatot szeretném átmondani, amit nagyon fontosnak tartanék, mégpedig azt, hogy ezeknél az épületeknél, miután valószínűleg a védelem során készültek olyan leírások az épületekről, föltárások, ami alapján a védelem önmagában is megszületett, és a védelmi értékeknek a listája, már az épületen belül listája, az valahogy kidolgozásra kerül. Vagy ha nincs meg, akkor ezt ki lehet dolgozni. De a mondatomnak lényeg az lenne, amit te is tapasztaltál a Munkács utcában, az Zonnenberg ház esetében, hogy nagyon fontos lenne az értékfelmutatás a benne lakók részére. Tehát az, hogy ő is megismerje, mert ez, hogy itt egy kiállításon nagyon szép képeken, nagyon tartalmas módon szakmai közönségnek bemutatjuk, vagy bemutatjátok, az egy dolog. De a másik az, hogy ennek a hatása azokra az emberekre, akik ott laknak, és nem ismerik azt, hogy egyáltalában ezt a fogalmat, hogy építészeti érték, vagy a részletek közül mik azok, amik fontosak egy épület esetében. Egészen megváltozik az embereknek a szemlélete, hogyha ezt sikerülne közelebb vinni hozzájuk, ezt az értékfelmutatást, és ezzel azt elérni, hogy együttműködőkké váljanak. Egészen más lesz a hozzáállásuk ahhoz, hogy mit akarnak felújítani, hogy akarják felújítani. Tehát elkezdenek saját maguk, mondhatnám úgy, hogy a gazda szemével nézni a saját épületüket, mert sajnos mindenhol, de Budapesten különösen ugye az elmúlt rendszer, amikor olyanokat helyeztek be épületekbe, akik életükben olyan millióban nem laktak soha, nem is tudták értékelni, talán nem is volt meg hozzá az affinitásuk. És ez örökölődött a mai lakókban is. Hát sok esetben látható, hogy mennyire a szemléletük abszolút rossz vágányban megy el az épületnek a kezeléséről van szó. Hát nem beszélve arról, hogy társasházasítottak, minden albetétek vannak, mindenki úgy érzi, hogy saját albetétjén azt csinál, amit akar. Ezeket valamilyen módon nem
csak egy-egy épületnél, hanem ezt, hogy is mondjam, megfelelő keretek között, talán a kerületi főépítészekkel, a kerülettel közösen meg kéne szervezni, hogy az épületek, mondjuk például a Bartók Béla útunk mellette, egy mennyasszonyi ház. Ez megvan, mert ott is lakik egy olyan lakó, aki kiutatta, hogy az mennyasszonyi ki volt, mit csinál, vette magának a fáradtságot az épületnek, a ornamentikán is részleteiről, ablakairól, stb. Fotókat csinált, és szépen ott vannak a lépcsőházban kirakva. Tehát vizuálisan is, mert ugye ez az egész építészet azért ez egy vizualitás, úgyhogy megragadható módon a lakók is tudják azt, hogy hol laknak. Igen, hát ezt próbáljuk. Tulajdonképpen ebben a pillanatban is ezt próbáljuk, hogy ez valamennyire közismert és elfogadott legyen. De egy jó kérdés jutott eszembe, ugye Brancik Márta a Kiscelli Múzeumnak a muzeológusa, és ő csinálta pár évvel ezelőtt az Óbudai Kísérleti Lakótelepről a kiállítást. Erről mondanál pár szót, hogy ennek milyen visszhangja volt, milyen hatása volt, vagy mit gondoltál, amikor egy nagyon impozáns és nagyon meghökkentő kiállítás volt, ugye az egy-az-egyes méretű lakás berendezésével, modell, vagy maket, egy-az-egyes makett szinten ott volt. Igen, az a lakás. Hogy láttad akkor? Alapvetően engem akkor a lakásépítésnek a fejlődése szempontjából érdekelt ez a kérdés, tehát hogy milyen lakások épültek az 50-es években, az 50-es évek végén a kísérletek és a kísérleti lakótelep hatására hogyan alakult a lakásépítés, de ennek a központi témája valóban az Óbudai Kísérleti Lakótelep volt. Ott minden egyes épületet végül is egy katalógusban leírtunk, és tanulmányok is készültek hozzá, és valahogy én nekem akkor hát nagyon sokat kutattuk, Keller Márkus volt a másik szerzője ennek a katalógusnak, és azt gondoltam, hogy ez egyenes út vezet a védettségig tulajdonképpen, mert hiszen mindig az épületek feldolgozása, az, amit a ti osztályotok végzett, az egy nagyon komoly és fáradtságos munka. De azon túl, hogy az ottani vezetések, tehát az épületátugatások, vagy a területen zajlott vezetések alkalmával mindig nagyon kedvesek voltak a lakók, meg úgy fellelkesültek, de az nem történt meg, hogy ők maguk, vagy akár a kerület védte volna ezt a területet. Ez nekem meglepetés volt, ezt kicsit úgy gondoltam, hogy akkor én ezt egy kicsit így elengedtem akkor, de mostanra arra jutottam, hogy ezt mindenképpen érdemes védeni, tehát hogyha nem került volna bele ebbe a nagyobb védettségi eljárásba, akkor mindenképpen én magam megindítottam volna. És ez azért is volt érdekes, egy ösztönző volt erre, hogy egy fiatal építész a területen a gázfogadót benyújtotta hozzátok védettségre, és meg is kapta a védettséget, és akkor mondtam, hogy hát tényleg, hát ha az Óbudai Kísérleti Lakótelep szélén álló gázfogadó védett lesz, hát akkor a lakótelep miért nem? Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy érdekes az, hogy az embereknek valami tetszik, vagy közel áll hozzá, hiszen ott még eredeti lakók is voltak, de azt, hogy ezt így intézményesítse, ahhoz már kevés ember jut el. Tehát valahogy, amióta ugye nincs műemlékhivatal, ez a dolog is egy kicsit változott, hogy műemlék is nehezebben lesz valami, és ezt a formát meg a helyi védettséget, ezt nagyon kevesen ismerik. Hát nagyon sok emberrel találkoztam, aki nem érti ezeknek a védettségi szinteknek a egymásra épülését. Szerintem ezt érdemes is elmondani talán még itt is. Tulajdonképpen nehéz átlátni, tehát tényleg az, hogy van országos védelem, van fővárosi védelem, van kerületi védelem, ezek egymást kiegészítő rétegek, tehát elvileg ezt úgy képzeljük, hogy az országos jelentőségű épületek, épületegyüttesek vannak az országos listán,
De ahogy Márta mondja, amióta nem igazán működik, nem is tudom, mikor volt utoljára nagy védettségi lista, 2009-ben volt. 2009-ben, tehát 13 évvel ezelőtt azért volt egy ilyen... Azért azután is még voltak. De egy ilyen nagy merítés az akkor volt. Tehát tulajdonképpen én mostan merem azt állítani, hogy az általunk védett épületek közül nyugodtan kerülhetne föl országos listára, akkor mi töröljük a védettséget, de csak ebben az egy esetben töröljük a védettséget, hogyha egy magasabb szintű védelmet kap. Hogyha valaki, ne adj Isten, törölni az országos listáról, akkor mi azonnal visszatesszük. Tehát ez egy másik dolog. De én azt gondolom, hogy az a rálátás, amit Andrással, Mártával, Danival közösen fölépítettünk, ez most nem zajlik az országban, tehát az országos listának ilyen típusú bűvítéséről nem tudok, ti se hallottatok valószínűleg. Hát említsük, bocsánat, csak egy mondat, hogy említsük meg azt is, hogy nincs nyilvános műemléklista. Nem tudok oda lépni a számítógéphez, és nem tudom megkérdezni. Országos lista nincs. Tehát ez egy nagyon nincs, fontos pont. Nincsen a polcról levehető sem. Ami igen. Még 1990-es van években. Van egy kereső program, ahol az ember beír egy helyrajzi számot, akkor megmondja, hogy az védette vagy nem. De fordítva nem. De régen egy könyvet a polcról lehetett vetni, nem tudom, 90-es az utolsó, amikor így az országos műemléklistát megcsinálták, és ott helységenként, kerületenként, utcánként ugye végig lehetett nézni, hogy mi szerepel az országos védettségi listán. Ma ilyet nem lehet elérni frissen, sajnos. Nyilván nem kéne papír alapon, tehát egy honlapról lenne szó, ami egy az Excel aktuális... táblázat, igen. Külön, amit egyszerűen szerint tudok szűrni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ott lenne, akkor tehát nézem például angol épületeknek a Wikipédia honlapját, és ott rajta van, hogy ez milyen fokú védettségű. Hát talán nálunk ez ritkább, hogy egy épületnek a Wikipédia honlapja legyen, de lehetne a műemléki védelemnek egy honlapja, és ott napra készen lehetne megmutatni, hogy mi műemlék. Ez fontos lenne az embereknek a szemléletformálása szempontjából is, hogy látná meg, hát egy információ, az saját ingatlanomról is egy fontos információ. Most odáig eljutottunk, azt hiszem, hogy a tulajdoni lapon már széljegyként rajta van, hogy valami műemléke. Ez 2005-ben még nem így volt. Tehát lehetett úgy venni egy sarokházat, most ezt nem viccből mondom, hanem konkrétan, a belvárosban, hogy a tulajdonos nem tudta, hogy egy műemléket, egy országos műemléket vesz. Bocs, csak mi mennyire tartunk, hol tartunk szerinted? Hát itt több dologra is reflektálnék. Egyrészt, hogy a netről elérhetővé lehessen tenni a különböző szintű védettségeket. A fővárosi helyi védettségek dolgában ez egy évvel ezelőttig napra készen igaz volt, most éppen egy új rendszer kerül beüzemelésre, és ezért most nem teljes a mi térinformatikai alkalmazásunk sem, ami a netről elérhető, de bízom benne, hogy nagyon gyorsan, pár hét múlva ez lehetővé válik újra, és itt alapinformációk minden egyes főváros által védett épületről, tehát az egy évvel ezelőtti állapotot most is meg lehet nézni, sajnos ezek az épületek éppen nem szerepelnek ebben a térinformatikai alkalmazásban, de ott rövid leírás, mikor került védelem alá, építészt, hogyha ismert, a tervezés, építés ideje, ha ismert, ezek az információk mind szerepelnek ott. Az, hogy miért is fontos a lakossággal megismertetni a védett épületeket, nyilván ezt a kiállítást és ez a szemlélet, ez a szándék indukálta, nem véletlenül készült olyan fotóanyaggal, olyan szövegezéssel, ami minden érdeklődő számára könnyen megérthető. Nem véletlenül vándorkiállításként képzeltük el. Szerencsére itt a Fogában, a város közepén, olyan helyen, ami nagyon komolyan bevezetett a kulturális életbe, hogy itt kiállíthattuk, ez óriási örömünkre szolgál, de szeretnénk vinni tovább különböző helyekre, sőt a jövő héttől megtekinthető lesz már Budapest honlapján is ugyanez az anyag, ahol még többen elérhetik, hogyha rátérednek a Budapest honlapjára. Tehát a szemléletformálás, a lakosság szemléletformálása kulcsfontosságú, ez biztos. András, közben egy másik kérdés jutott eszembe, és te biztosan tudsz rá válaszolni, hogy
mert mondtad a bécsi Werkbund együttest is. Ugye itt van nekünk ez az óbudai kísérleti lakótelep, hogy Budapesten mi az még, ami kísérleti lakótelepnek számít? Ugye a Napraforgó utcát tudjuk, hogy ez egyfajta kísérleti lakótelep volt, de mire, van-e ehhez hasonló példa, mert igazából ebben számomra az a fantasztikus, hogy a 60-as években ez a típusterveknek a prototípusai megépítésével jött létre ez a lakótelep, és abból sok házat ugye valóban típustervé alakítottak és vittek tovább, tehát meg, te pontosan tudod névről, típus megnevezésről ezeket a helyeket, de hogy volt-e ehhez hasonló törekvés? Van egy ami publikált, meg többé-kevésbé ismert is, a Lechner Tudás Központnak is volt egy kiállítás a budatétényi kísérleti lakótelepről, ami későbbé, mint az óbudai, olyan, nem tudom, 8-10 évvel később készült el, és olyan szempontból nagyon érdekes, hogy ott nem csak különböző lakóház típusok, hanem szolgáltatások is épültek a házak mellé, tehát a elég kicsi méretű lakások kiegészítésére óvoda, bölcsőde, öreg otthon, szolgáltatóház, kultúrház, nem tudom mi, tehát egy csomó minden egészségügy, természetesen meg kereskedelem. Tehát, hogy egy ilyen fajta közösségi gondoskodással tervezett telep volt, ami hát számomra sem volt ennyire egyértelmű, ezen a kiállításon láttam, hogy mi volt az eredeti koncepció, és ennek egy jó része megvan még. Sajnos ott is a csúszósalus betontoronyházakat elkezdték kívülről hőszigetelni. Ami úgy, még nem lett volna baj, de színezték is. Hát igen, ráadásul szétszínezték, igen. Tehát ahogy a panelházaknál nem olyan tragédia, hogy mit tudom én, ott az a unalmas panelosztás helyett valami színek megjelennek, szerintem egy ilyen épületnek, és hát sajnos a farkasdi házak is ilyenek a kelenföldi lakótelepen, és ott is megkezdődött ez a folyamat, hát nagyon erősen kiforgatja az eredeti jellegéből. Azon gondolkodtam még egyébként, hogy régebbi példák vannak-e, de mondjuk a Vekerle telep az nem egy kísérleti lakótelep volt, bár országos pályázaton szerezték be a különböző típusterveket az ott épülő házakra. Tehát ilyen, hogy is mondjam, nem mintának szám, de mintaadó lakótelepek azok voltak a Bárci István korszakban is. Magdolnaváros is lehet egy kicsit. Igen, a két világháború között tisztviselő telepek és ehhez hasonlók. Erőtött eszembe most az, amiről múltkor beszéltünk is, hogy például ha az ember a Gyöngyösi útról elindul és megy a Rákospatakig, akkor ott a 30-as vagy 20-as évek végétől egészen 56-ig vagy 59-ig végig lehet követni, hogy a szociális lakásépítés milyen formákban zajlott. Egy ilyen több kilométeres tanösvényt lehetne ott nyitni, mint Dunaújvárosban tették ezt egy ilyen szociál tanösvényként, hogy és ez valószínűleg, ha ez meg tudna valósulni, akkor amiről beszéltünk, vagy amiről a Boton beszélt, hogy a helyi lakók azok tudjanak róla, hogy milyen érdekes helyen laknak, meg mit lehet tudni ezekről a különböző korszakokról, akkor ez esetleg egyfajta ilyen edukáció formáját is öltetni a helyszínen. És megjegyzem itt, hogy a kerületi védelemnek vannak olyan helyszínei, például az első kerületben, meg aztán most már a 14-ben is, ahol a védett házakra kikerülnek a táblák, hogy azok a házak mikor készültek, ki tervezte, és hogy kerületi védettség alatt áll, hát az, hogy miért az nincs odaírva többnyire, azt találgatni kell. Hát az hosszú lenne. Miért van olyan sok neoborok villa védelem alatt mondjuk az első kerületben, és miért nincsenek a modernek, de mondjuk ezt jobb is talán nem kezdjük el magyarázni. De ha nem haragusztok, akkor én ebbe belemennék egy kicsit, mert ugye magunk között is voltak viták arról, hogy egy korszakból a jellegzetest, vagy a számunkra szimpatikusat védjük. Ugye könnyen elviszi a szemet az, hogy a jó házakat védjük, és a nem annyira barátságos, nem annyira szimpatikus épületeket, azokra könnyen mondjuk, hogy
nem érdemes védelemre. Volt vitánk, emlékeztek a zöldiféle Kerepesi úti erősen moszkovita hangulatú épülettel kapcsolatban. Hungária körúti. Mit mondtam? Az Üllői útit is vitattuk egyébként. Üllői útit, Hungária körútit, igen. Miközben a Brenner János féle Kerepesi úti lakótelepről azonnal azt tudtuk mondani, hogy védelemre érdemes, mert az egy annyira jól megfogott és jó alkotókézzel létrehozott lakókörnyezet szemben a másikkal. Hát erre azt tudom mondani, hogy ugye amióta műemlékvédelem létezik így intézményesen, és ez mondjuk a 19. század végétől mondhatjuk, hogy van, többé-kevésbé. 150 év. Hát hivatalosan igen, hivatalosan igen. Most abban nem menjünk bele, hogy mondjuk a purista műemlékhelyreállítások a 19. század végén azok jók voltak-e, vagy nem. Tehát, hogy a koncepciók azok változtak azért időről időre, és az értékrend is, meg az, hogy hogyan bánjunk ezekkel az emlékekkel. De mivel először a művészettörténészek kezdtek foglalkozni az építészettörténettel és a műemlékvédelemmel is, ezért nyilvánvaló, hogy a legkiemelkedőbb, esztétikailag és építészeti minőségben legkiemelkedőbb alkotások jöttek először szóba, és kerültek föl a listára. De ahogyan közeledünk a mához, tulajdonképpen óriási változások vannak már a 19. század második felében is. A városiasodás, urbanizáció, modernizáció egy csomó olyan új épülettípust hozott, olyan tömegesen megvalósuló épületeket, mint a bérházak, vagy az ipari épületek, vagy bizonyos középülettípusok is akár, iskolák és egyebek, hogy nyilvánvalóan, és hát ugye nem lehetően volt 2000-ben a Műemlékvédelmi Hivatalban egy Műemlékvédelem Táguló Körei című kiállítás, ahol egy csomó olyan terület került elő, amire korábban senki sem gondolt. A római parti csónakházak például, meg ehhez hasonlók, egy munkás vagy bányász lakótelepek. Szóval, hogy gyakorlatilag az esztétikai építészeti érték mellett a különböző épülettípusoknak a legjellemzőbb példái, típus alkotó változatai, mert ugye a lakásépítésben is nagyon sokféle típus van, ipari épületekben és egyéb épülettípusokban is. Ez mindig egy nehéz kérdés, hogy most akkor a különböző felfogásokból próbálunk egyet-egyet védeni, vagy azért nyilvánvaló, hogy becsúszik az embernek a saját ízlése vagy értékítélete is. De alapvetően egy műemléki nyilvánításnak azért nem lenne szabad szubjektívnek lenni, és én azt gondolom, hogy ennek elsősorban az volt mindig is a garanciája. Ezt nagyon sokan kifogásolják manapság, meg lehet, hogy talán régebben se volt ez magától értetődő, hogy a szakma döntse el. Tehát, hogy azok, akik építészettörténettel, műemlékvédelemmel hivatalból foglalkoznak, vagy ennek a szakemberei, tehát nagyon sok példát ismernek, azoknak talán van valamifajta átlátása, vagy rálátása a dolgokra. Ha műemléki topográfiák készülnek egy városról, vagy egy megyéről, vagy bizonyos területről, akkor könnyebb a helyzet, mert az egy előválogatást jelent, és akkor ott már meg lehet nézni az említett könyvekben csak a miénkből, mert ugye nem én írtam egyedül a Pest kötetet, hanem Márta és még néhány szerzőtárs, csak hogy kiigazítsanak a Buda kötet, az enyém. Szóval, hogy ezek nyilván, és ezek az előmunkálatok sajnos eléggé félbe maradtak. Tehát ezt a Marosi Ernő is panaszolta mindig, hogy egy csomó neki buzdulás volt, amikor városmonográfiák készültek, topográfiák elindultak megyékre, és ezek félbe maradtak, mert iszonyú sok pénz és iszonyú sok emberi energia kellene hozzá. Pedig nem lehet megúszni a nélkül. Rá kellett volna szánni a pénzt, mert másútt ezt már régesen megcsinálták. De most hagyj csatlakozzak ehhez, hogy valóban egy ilyen kutatási hátrányban vagyunk tulajdonképpen. Tehát építészet történeti kutatások azok nem olyan nagyon széles körben zajlanak. Például, hogy összekapcsoljam a kutatást meg a népszerűsítést, ha beírok egy
épület címet, akkor a Budapest 100-nak nagyon gyakran előjönnek a megfelelő oldalai. Hál' és Isten. Ott... Hál' Isten! Igen. Tehát ott egy csomó kiinduló adatot lehet néha találni. Tehát nyilván ott is vannak részletesebben feldolgozott házak, meg kevésbé részletesek, de gyakorlatilag ez egy nagyon jó dolog, hogy ott legalább el lehet indulni valamilyen információval. Hát igen, visszatérve oda, amit András mondott, hogy nincsen műemlékjegyzék, a szakma is a műemléken.hu című adatbázis tudja a legjobban használni, mert a műemléken.hu, ami egy privát kezdeményezés és egy privát honlap, valamikor megkapta a Tárcsics utcából a műemléki listát, azt át tudta venni, és ő nyilvánosan tartja ezeket az adatokat, miközben a hivatal nem tart ilyen fönt. Nem tudjuk, hogy frissíti. Hát nem tudja frissíteni, mert ő se kapja meg az újabb adatokat. De... Igen, de még az egy pozitívum ebben az oldalban, hogy ott vannak olyan önkéntesek, vagy az oldalnak az üzemeltetője, Kovács Olivér üzemeltető, igen, igen. Aki elmegy, és újra-újra megnézi az épületet. Milyen állapotban van a fénykép? Persze, ez egy játék. Tehát tulajdonképpen, ami a műemlékhivatalnak, ha lenne, a feladata lenne, hogy kontrollálja is, hogy hol tart a műemlék állaga, azt is megteszi. Szóval egy rendkívül... Na jó, de ezt úgy hívjuk, hogy crowdsourcing, tehát ez egy teljesen hiteles, bevehető eszköz abba, hogy a mindig legyen. Tehát a műemlékvédelmi, az Országos Műemléki Felügyelőség, amikor ott dolgoztam, akkor se tudta lejárni a 10 000 épületet évente, mert nem volt rá kapacitás, persze, felügyelő, gépkocsi, stb. Eljutunk egy olyan helyzetbe, hogy egy műemléken.hu kezdeményezése játékból az emberek a saját benzinükkel, a saját testük fáradtságával fölkeresik az erdőbe rejlő romokat, és lefényképezik, és ezzel jó szolgálatot tesznek tulajdonképpen a köznek. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, és egy nagyon... Én hitelesnek is találom, mert azért azok a fotók dátummal vannak ott, tehát ez valamilyen módon érvényes, akkor is, hogyha nem szakemberek csinálják. De hát, én nem vitatom. Nem, tehát, nem, én sem vitatom. Azért mondom, van egy funkció, amit egy állami hát dolognak kéne alapvetően szervezni, és hogyha vannak önkéntesek, vagy bekapcsolódik más ebbe, az nagyon jó, de nem, tehát az biztos, hogy egy hiányt jelez, hogy ezt egy privát kezdeményezésnek kell végeznie, vagy más nincs helyette. De jó, hogy ilyen szintű, meg jó, hogy van, tehát mindenképpen ez egy pozitív dolog, úgy érzem. Én azt gondolom, hogy ezek így kiegészítik. Tehát a Kéket említetted, a Kék is egy alapítványi munka önkéntesekkel, azért hasznosnak mondhatjuk, és pontosan abban, amit Botond felvetett, hogy a lakóknak a népszerűsítésében, hát te is ezt mondod, hogy abban a pillanatban, hogy 100 évessé válik egy lakóház, a lakók rájönnek, hogy az miért fontos, és megünneplik a születésnapját. Ugye ezt most csak zárójelben említem, hogy Budapest 150 éves lesz jövőre, és a Kék is átállítja a Budapest 100 programot Budapest 150-re. Tehát jövő évtől kezdve a 150. születésnapjukat ünneplő házakat is föl lehet köszönni. 1873-ban? Onnan indulunk, igen. Mert ez kimaradt. Nem akarom senkibe belefolytani a szót. Kérdés esetleg? Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, és én javaslom, hogy még egyszer nézzék meg a kiállítást. Ahogy Vera mondta, ez egy vándorkiállítás tud lenni, tehát ezt remélhetőleg visszük külföldre is, illetve hát egy olyan ötletünk van ezzel kapcsolatban, hogy moduláris rendszerben tud működni, tehát ebből a kiállításból bármikor tudunk csinálni bővítményekkel, az újabb épületekkel fölbővítve, ugyanebben a formátumban, ugyanebben a megjelenésben egy gazdagabb anyagot, akár stílusonként ki lehet majd szelektálni, és
úgy bemutatni, tehát reményünk szerint ez belünk maradt még hosszú ideig ez az anyag. Én köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy szabad délután ilyen sokan eljöttek. Köszönöm.